Sziasztok, Iván Jonsai vagyok, a Never Ordinary blog szerzője, alapítója, mindeneset, és ez az első YouTube videóm, úgyhogy kicsit izgulok, meg biztos bénázni is fogok, de úgy döntöttem, ez a háttérhang egyébként a kutyának pont most kellett elkezdeni inni. Na szóval, gyakorlatilag egy éve gondolkozom ezen, hogy jó lenne egy új platform, nem csak nekem, hanem nektek is. Persze ezt majd ti fogjátok eldönteni, nem én. Úgyhogy íme, ez az első videó, aztán meglátjuk, mi fog kisülni belőle. Várom majd a visszajelzéseiteket. Előre mondom, hogy ez egy ilyen teljesen... Hát csapongani fogok ezerrel, az biztos, és arról fogok beszélni igazából, ami eszembe jut, mit csináltam a héten. Ja igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy heti videó lenne. És mit csináltam, mit láttam, mit olvastam, mi az, amit a figyelmetekbe ajánlanék, úgyhogy vágjunk is bele. Arra gondoltam, hogy minden héten megválaszolok egy-két kérdést, amit kapok tőletek. Az egyik ilyen persze, ami mindenkinek felmerül, amikor elkezd olvasni, hogy én hogy is kerültem ide ki Toszkánába. Úgyhogy most ezt így elmesélem. 2016-ban költöztem ki Toszkánába, vagyis három éve, kicsit több mint három éve lakom itt, és mindez úgy történt, hogy online megismerkedtem egy online társkereső oldalon a lendő férjemmel, ugye, és hát ez egy viszonylag gyorsan felépült sztori volt, mert júniusban találkoztunk, és kijöttem akkor hozzá egy hétre, és hát szerelem első látásra a reptéren, és hazajöttem egy hét múlva, akkor utána jött, akkor egy hónapig Magyarországon volt, hát akkor sokat, és hát minden nap találkoztunk, ugye, tehát kíváncsiak voltunk, hogy mert hát nyilván az első fellángoláson túl azért így 40 felett túl kell látni, ugye, és gyakorlatilag úgy döntöttünk két hét után, hogy én akkor kiköltözöm vele, tehát hogy amikor ő jön vissza, akkor együtt jövünk már vissza, úgyhogy augusztus 5-én fogtam három bőröndöt, és kiköltöztem hozzá. Mondhatni, ez egy merész húzás volt, ugye, mégis csak majd egy vadidegen férfihez költöztem ki, de úgy voltam vele, hogy mit veszíthetek. Tehát, hogyha nem jön össze, akkor fogom magam és hazamegyek. De pont szerencsére úgy állt össze minden egyébként, hogy mivel online dolgozom, tehát szabadúszó marketingesként, így nem volt olyan helyhez kötött munkám, ami miatt nagyon maradnom kellett volna, és úgy voltam vele, hogy hát, ha nem jön össze, akkor szépen hazamegyek. De hogyha meg összejön, akkor meg milyen jó, mert ha meg nem lépem meg ezt az egészet, akkor meg valószínűleg azon gondolkozom utána évekig, hogy miért nem léptem meg, mert mi lehetett volna belőle. Úgyhogy mindenkinek ezt szoktam mondani, hogy amikor valamit nem lép meg, akkor azon gondolkozzon, hogy és mi van, ha nem sikerül. Én is ugyanúgy vissza tudtam volna integrálni magam a régi életembe, és mellette meg lett volna egy kalandom, amit mindenkinek el tudok mesélni, hogy milyen bátor voltam. Bár egyébként szoktátok írni, hogy ez milyen bátor lépés volt. Én annak idején nem éreztem bátornak, de azt hozzáteszem, hogy kétségbe esetnek sem éreztem magam, de úgy voltam vele, hogy azért egy ilyen szerelem, meg egy ilyen férfi nem minden nap kopogtat be az ajtómon, és hát a másik oldalról meg az is tetszett nyilván, hogy nem Magyarországon, hanem mindez Toszkánában történik. Úgyhogy hát így kerültem ki ide. Ha van kérdésetek, nyugodtan írjátok, és akkor én majd megválaszolom. A másik kérdés, amit sokszor írtatok nekem már, ez az életmódváltás. Ugye én is, amikor kiköltöztem három éve, hát enyhén szólva is nem foglalkoztam magammal egyáltalán, tehát egy komoly életmódváltáson mentem keresztül, amit teljesen tudatosan csináltam egyébként, tehát
Volt a férjem részéről is egy elég erős motiváció, ugyanis ő nagyon egészségtudatos, sportolt világ életében, most is sportol, és hát azért, amikor először meglátta, hogy én minden nap Nesquik kakaót reggelizem Kinder Bueno-val, felhúzta szemöldökét, és nyilván én is láttam magamon, hogy ez 40 felett már nem, hát már nem az van, hogy ó, nem eszek pár hétig, vagy visszaveszek, és akkor nem megy le. Nem megy le. Tehát ennél sokkal tudatosabban kell enni, meg élni is, ugye? És én átváltottam akkor a mediterrán életmódra. Na most nem hiszem, mert mindig akkor jön meg, amikor videózok, és akkor utána meg itt mászkál körülöttem, és nem tudok beszélni. Na jó, jövök majd vissza. Hát a férjemről beszéltem egyébként. Na, tehát visszatérve az életmódváltásra, tehát a mediterrán diéta vagy életmód az adott volt, és nyilván a férjemmel ketten csináljuk, ami sokkal könnyebb, tehát hogy nem kell többfélét főzni, meg ilyenek, mondjuk főzni nem is szeretek, próbálkozom megszeretni, de igazából én még nem érzem ezt a dolgot, hogy kikapcsol, vagy egy, nem tudom, egy nehezebb nap után azt mondom, hogy hagyd menjek a konyhába egy kicsit főzni, és attól nekem milyen jó lesz. Lehet, hogy majd ez is eljön az életembe. És végül is mediterrán diétával plusz elkezdtem járni a helyi konditerembe, így fogytam le 10 kilót, hát mondjuk egy év alatt, tehát hogy nem kapkodtam el, szépen lassan, nem szenvedtem, ettem csokit is közben, nagyon durván csokifüggő vagyok. Nekem ezt a legnehezebb kontrollálni egyébként. Úgyhogy erre kellett kitalálnom bizonyos dolgokat. Tehát, hogy mit tudom én, minden nap eszem a nap végén egy kis kocka étcsokit, vagy valami ilyesmit. De néha, ha elmegyünk egy étterembe, ugyanúgy eszek egy desszertet, vagy eszek egy fagyit, tehát hogy nem szenvedek én nagyon, mondjuk így. De a másik oldalon pedig látom, hogy mennyire fontos, hogy az ember ne legyen, hát, hogy mondjam, tehát most rajtam például 5 kiló felesleg van, de amikor már 10 volt, azt nagyon-nagyon soknak éreztem. Tehát nem azt mondom, hogy ilyen bálna feelingem volt, de éreztem, hogy nehezebben mozgok, meg nehezebben kelek fel, meg minden, tehát, hogy sokkal-sokkal jobban érzem magam most. Tehát a 10 kilón felül még van 5 kiló, amit szeretnék lefogyni, és akkor a 165 centimhez elérem a 60 kilót, ami mondjuk így ideális lenne, aztán majd meglátjuk, mert utána nyilván meg már jobban az alakformálás jön be, meg hogy mondjuk izmot építsen az ember. Most aztán nincs más dolgom, mint az elkövetkezendő, most vagyok 45, következő 45 évre ezt a súlyt fenntartani. Mert ugye ez a idézőjebben legkönnyebb nem meghízni. Egyébként a blogon találtok mindenféle olvasnivalót ezzel kapcsolatban. A legutolsó például, amit tegnap előtt tettem ki, ami a növekedés.hu oldalon jelent meg először, és mindjárt meg is nézem, hogy az a címe, hogy hamarosan nagyon sokáig élünk, de addig is tenni kell érte, és Székács Béla nyilatkozott arról, hogy ami szerintem nagyon fontos, és én is mindig ezt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy tudatosan váltsunk életmódot, és tudom, hogy ez így tök nehéz, hogy jaj, akkor most ezt kell betartani, meg már nem lehet egy jót enni, meg ilyenek, de sajnos el kell dönteni, hogy mit akar az ember. És például itt Székács Béla azt mondja ebben a cikkben, ő egyébként a geriátriai, gerontológiai tudományok professzora, ez ugye idős kutatást jelent, és azt mondja, hogy körülbelül 75-80 éves korig állapotú minőségét döntően az határozza meg, hogy korábban a 30-40-es éveinktől kezdve milyen életmódot éltünk. 80 fölött egyre inkább belép a genetikai meghatározottság, még idősebb korban, mondjuk 95-100 év tájéken, ez még inkább így van.
Tehát gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy jaj, biztos jó a genetikája, jó, ez is egy, nyilván egy nagyon fontos dolog, de lehet, hogy nem attól fogunk sokáig élni 80 éves korunkig, hanem ahogy éltünk 30-40 éves korunktól. Tehát ezért is fontos, hogy nem szabad azt mondani, hogy jaj, már túl késő, meg én már ez öreg vagyok, sohasem késő. Tehát érdemes ezen elgondolkozni, és még azt is hozzáteszem, hogy ugye sokat szoktam menopauzáról is írni, majd erről beszélek külön is, de a menopauzát is nagyban segíti, ha az ember nem elhízott és sportol. Tehát gyakorlatilag azt mondanám, hogy a sport a legeslegfontosabb, mert még ebben a cikkben is azt mondja Székács Béla, hogy a sport is segít a szellemi, agyi tevékenység frissességének megtartásában. Tehát, hogy gyakorlatilag mindenre jó a sport. Úgyhogy hát nem vagyok ilyen, vagy nem szeretnék ilyen megmondó ember lenni, inkább azt szeretném nektek megmutatni, hogy milyen információk léteznek már arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes élni. Aztán mindenki eldönti, hogy neki ez bejön, nem jön be. Úgyhogy ajánlom a cikket a figyelmetekbe. Az életmódváltás kapcsán elkezdtem még azzal foglalkozni, hogy mi az, amivel, hát mik azok a dolgok, termékek, amiktől jobban tudnék kinézni. Szerintem ezzel mindenki, hogy mondjam, ezzel mindenki foglalkozik, mert nyilvánvalóan sok olyan dolog van, ami tud segíteni abban, hogy jobban nézzünk ki. Például, ha csak most a hajamra nézzünk, én 25 évig fekete hajú voltam, és tavaly döntöttem el, hogy mindig is ki akartam próbálni, hogy rövid szőke hajam legyen. És hát a szőkével indítottam, akkor hosszabb volt még, és hát volt egy kis ősz kirándulás is, és gyakorlatilag most 3 hónapja azt hiszem, vágattam le ilyen rövidre, ami nagyon tetszik egyébként, az egyetlen problémám, hogy iszonyatosan sokat kell vele foglalkozni, tehát nem gondoltam volna, hogy több munkával fog járni, mint a hosszú haj. Na mindegy, tehát ez az egyik, ami szerintem fontos, hogy néha ideje megváltoztatni a külsőnket. Másik pedig, hogy mi az, amitől jobban tudok kinézni. És hát nyáron már elkezdtem írni arról, hogy hát a bőr, tudatos bőrápolás milyen fontos, és gyakorlatilag tudományosan is utána jártam, ezt a blogon elolvashatjátok, hogy hogyan érdemes a bőrápolási rutint összerakni, amit egyébként én most kezdtem el 44 évesen, úgyhogy sosem késő, és hogy mi az, amit még a krémeken kívül, viszont mondjuk az injekción felül lehet magunkhoz venni, és így jutottam el a folyékony kollagénhez, vagyis hát a Marnis cég meghallott a segélykiáltásomat a nyáron, és kaptam tőlük egy doboz folyékony étrendkiegészítő kollagénnel, hialuronsavval, proantocianidokkal, meg ki tudtam mondani, vitaminokkal, ásványanyagokkal és édesítőszerrel. Ebben 14 ampulla van, van még egy dobozom, mert ugyanis megmutatom, hogy néz ki. Amikor utána olvastam a folyékony kollagénnek, akkor az az egy biztos, hogy minimum 4 hétig szedni kell folyamatosan minden nap, hogy emberen látszódjon valami, vagy hogy érezzen valamit. Én most be is küldök egyet. Így néz ki egyébként. Ilyen exotikus íze van, mangó, ananász. Szóval visszatérve, tehát a kollagént termel a testünk, viszont
25 éves kortól folyamatosan csökken a kollagén termelése, 50 felett pedig meg is szűnik, nagy bánatunkra. Ugyanis a kollagén hiánya okozza az arc, jó, nem, nyilván nem csak, de okozhatja az arc ráncosodását, a köröm, a haj töredezettségét, és hát nyilván az ízületek fájdalmát is, és na, viszket az orrom, és ezért is fontos például, hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal, tehát hogy a szervezetünkkel mi történik, miközben öregszünk, mert igenis vannak megfelelő dolgok, amikkel lehet lassítani az öregedést. Megállítani nyilván nem, legalábbis a jelenlegi fázisban, de lassítani igen. És most kicsit csalok, mert ezeket a számokat nem tudom fejből, de azt mondják itt, hogy tudományos kutatások bizonyították, hogy az étrend kiegészítő formájában bevitt kollagénnek milyen következményei lehetnek. A résztvevők 90%-a érezte hidratáltabbnak a bőrét, a bőr általános hidratáltsági állapota javult, a bőr tápanyag ellátottsága javult, és a bőr tehetsége javult. És hogy igazából majd be fogok számolni, hogy mi is történt a bőrömmel, de hát addig is kitartóan minden nap meg kell inni egyet, hogy legyen valami eredménye. Bár egyébként tudom tőletek is, mert többen írtátok, hogy ti is szedtek kollagént, bár lehet, hogy nem folyékony állapotban, és azok, akik szedik, vagy szedték, mind azt mondták, hogy igenis érezhető változást hozott, úgyhogy én is bízom benne, hogy érezhető változást fogok látni magamon. Még mindig az életmódváltással kapcsolatban képzeljétek el, hogy kaptam most a Samsungtól a névnapomra, ami októberben volt, egy okos órát. Nagyon ki akartam próbálni az okos órát, főleg azért, mert hogy tudjam mérni, amikor elmegyek a konditerembe, vagy egyébként is, hogy mennyit mozgok, mert nyilván a telefonomon már mértem ezt az, mit tudom én, napi 5000 lépést, és ők is meghallották segélykiáltásomat, és kaptam tőlük egy ilyen tök csinos órát, pink természetesen, amivel tök jól tudok mindenfélét mérni. Nyilván be kell vinni, például a vízfogyasztás, vagy az, amit eszek, de például olyanokat is tud mérni, hogy mennyit lépcsőzöm egy nap, nyilván a lépésszámlálás, hogyha elmegyek a konditerembe, akkor be tudom pöntjögni pontosan azt a feladat, vagy pontosan azt a testmozgást, amit végzek, és akkor azt méri, úgyhogy nagyon-nagyon meg vagyok elégedve vele egyébként, meg éjszaka is rajtam van, tudom, ez nem biztos, hogy annyira jó, hogy éjszaka rajtam van egy ilyen eszköz, ami kibocsát mondjuk valami, milyen kék fényt, ha jól tudom, de például méri az alvásomat is, vagy hogyha, ja, az a legjobb, hogyha rajtam van napközben, és mondjuk nem mozgok, akkor egy óra után így figyelmeztet, hogy mozogjak, és akkor meg is mutatja, hogy milyen mozgássorozatokat csináljak. Úgyhogy köszönöm a Samsungnak, hogy gondolt rám. És mivel kérdeztétek ezt is, én ajánlom egyébként, tehát hogy én meg vagyok vele elégedve, fürödni is lehet vele, vagyis fürödni, hát úszni is lehet vele. Én ehhez azért túlgyáva voltam, tehát nem mertem vele bemenni a tengerbe. De mosogatás közben mondjuk rajtam van, és az ára, ha jól emlékszem, olyan 60 és 70 ezer forint között van, úgyhogy nem olcsó, de ahogy mutattam, tehát tök jól néz ki, tehát hogy nem csak az, hogy okos óra, hanem például én mondjuk majdnem minden ruhámhoz tök jól megy ez a kis halvány pink. Na jó, szóval ennyit az életmódváltásról ma. Decemberben két alkalommal is találkozhatunk, ha van kedvetek. Energiátok, időtök, december 10-én a Menopauza Café lesz a Bálintházban, december 11-én pedig a karácsonyi kocintás, ezt a nevet adtam neki, ez pedig a Grund nevű helyen, a Nagy Templom utcában, majd kírom a címeket a videó alá részletekben.
És mit akartam még mondani? Igen. És amit tervezek még egyébként januárra, remélhetőleg hamarosan meg lesznek ennek is a részletei, az egy sminktippek 40 feletti workshop, ami már volt ugye egyszer idén, és nagyon jól sikerült, és nagyon, szerintem nagyon hasznos volt, bár mondjuk írtátok is, hogy hasznos volt, és ezt szervezem most, úgyhogy ahogy meg lesznek a részletek, ki is fogom tenni, hogy minél előbb tudjátok ti is, és hogyha van kedvetek, akkor jelentkezzetek. Úgyhogy jövő héten megvárok mindenkit, aki úgy gondolja, hogy van ideje egy kocintásra, vagy a menopauza kaféra, még van egy-két hely, úgyhogy gyertek, jó lesz. Meg akartam még nektek mutatni ezt a brossúrát, amit Füzesi Gabi egykori kollégám küldött el nekem, úgyhogy innen is köszönöm még egyszer. 6 hétig tartott Magyarországról lesz ez ide Olaszországba. Iris Apfel, 98 éves, stílus ikon, ugye? Tehát rá már mondhatjuk. Tehát mindig ki vagyok akadva, amikor egy ilyen 20-akárhány évesre azt mondják, hogy stílus ikon. Tehát rá már mondhatjuk, és pont azon gondolkoztam, nézzetek milyen jól néz ki, hogy be fogom kereteztetni egy másik, hogy mindig előttem legyen, mint példa, hogy 98 évesen lehet így is kinézni, meg így is élni, mert ugye az egész blog, meg a Facebook oldal, meg minden csatornám, ami van, tehát az egyik fő misszióm az, hogy megmutassam, hogy a 40 feletti nők is léteznek. És nem csak léteznek, hanem óriási dolgokat csinálnak. Jó, nem mindenki, mert nem mindenki olyan, nem is mindenkinek kell olyannak lennie, de igenis vagyunk, és hogy a társadalomnak nem kellene leírnia minket, főleg azért sem, mert például rengeteget költünk. És nagyon, nagyon úgy érzem, hogy egyébként tök jó, hogy ennyien vagyunk már, mert gyakorlatilag minden nap kapok tőletek egy hírt, hogy fú, ezt olvastam most, és te jutott el az eszembe, és nyilván tök szívesen kiteszem, hogyha pont olyan, ami a koncepcióba illik, mert hogy ez a mi feladatunk, hogy megmutassuk magunkat. És itt ez a legjobb benne, hogy mindenki más, tehát annyira sokszínűek vagyunk, hogy kimeríthetetlen a téma, úgyhogy küldjetek továbbra is, mert nyilván nem tudok mindent elolvasni, meg nem jut el minden hozzám, de például az Iris Apfel is, ez egy tök jó példa, hogy 70-80 felettiek is megmutatják, hogy igenis nem az a sztereotípia, hogy ami nyilván mindenkinek eszébe jut elsőre a 70-80 feletti nőkről, hanem így is lehet. És ha csak egy embert inspirál, ez már nagyon jó. Na hát ennyi volt ez a videó. Remélem volt benne valami hasznos is számotokra, aztán írjátok meg, hogy egyáltalán van-e értelme ennek, vagy sem. Vagy hogy miről beszéljek, vagy miről ne beszéljek. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, aki pedig ráér jövő héten, jöjjön és találkozunk meg, ígyunk valamit, így karácsony alkalmából. Sziasztok!